Miskolci alkotóművészek fogtak össze a beteg gyerekekért. Saját munkáikat ajánlották fel és árverezték el szerda este. Így támogatták Osváth Tibor, a Miskolci Nemzeti Színház művésze által évekkel ezelőtt elindított jótékonysági akcióját. Olyan sokan segítenek, hogy külön kérésre meghosszabbították a határidőt. December 12-ig várják a felajánlásokat. 3000 először, másodszor, senki többet, harmadszor. 3000 forint, köszönjük szépen! Sok ilyen kalapácsütés után a jótékonysági árverés végére 422000 forint gyűlt össze. A teljes összeget a beteg gyerekek karácsonyára fordítják. Komoly erő van abban az összefogásban, amit Miskolc képvisel, mondta az árverés házigazdája. Egy olyan árverést rendezünk, amivel az Osváth Tibor segítsünk közösen egy mosolyért három kezdeményezést támogatva, szebbé tudjuk tenni a gyermekeknek, a gyekben karácsonyozó gyermekeknek a karácsonyát. A gyermek és a művészi lélek szorosan összekapcsolódik, egymástól elválaszthatatlan, mondták az alkotók. Ha megfigyelünk egy pici gyermeket, amikor játszik, és kizárja a külvilágot, nincs jelen. Ő az ő fantázia világában találja meg ugyanazt a közepet, mint a művész, mikor alkot. A kezdeményezés olyan népszerű, hogy a Miskolci Nemzeti Színház művészei által létrehozott Facebook csoport legnagyobb közösségi oldalán már most minden eddigit meghaladó összeg gyűlt össze. 2.300.000 forintnál tartottunk ma délután, de még folyamatosan érkeztek a felajánlások és az adományok. Többen kérték a csoportból, hogy a december 10-ai dátumot hosszabbítsuk meg, így lett december 12. És december 16-án pedig már át is adjuk majd az ajándékokat a Velkei László Gyermekegészségügyi Központban. Veres Pál polgármester a rendezvény fővédnöke szerint ez a rendezvény is azt szimbolizálja, hogy a jó ügy érdekében mennyire összetartóak a miskolciak. Itt összefog a közélet egy jó cél érdekében, megmozdulnak a művészek, megmozdulnak azok az üzletemberek, akik hajlandók tenni a jóért, és itt az értékek találkoznak egy nemes cél érdekében, mégpedig az a cél nem más, mint a gyereknek a támogatása és a gyermekek támogatása. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központon kívül idén az időseket is szeretnék megajándékozni. A jótékonysági bevételből a Boldog Kővárai Szociális Otthont is támogatják.